Új könyvemhez kértem előszót tőle. Nem zárkózott el, de megkérdezte. Nem lenne furcsa, ha a rólam szóló könyvhöz én írnék előszót? Erre én úgy módosítottam kérésemet, hogy elállok az előszótól, ha egy bármi rövid önéletrajzi jellegű írást kapok tőle mosolygott érvelésemen. Végül megígérte, meg is írta, piszkozatban megmutatta, s letisztázva átadta. Talán nem csak arra ad magyarázatot, miért nevezte Szabolcsi Bence és Tótaladár hegyi varázslónak, Kodályt, hanem gazdag egyéniségét is közelebb hozza, mint bármely magyarázat. Idézem. Születtem kecskeméten, de mivel szüleim pár hónapos koromban elköltöztek onnan, nem illet meg a kecskemét fia büszke név mégis kénytelen visszaéltem vele, mikor falusi vándorlásaim közben megkérdezték, hová való születés vagyok. Kecskemét neve mindig felcsillanó szemeket és rokon szenved hozott. Azért mégis síklakónak nőttem fel, mert galánta környéke, ahol öntudatra kezdtem ébredni, csak olyan egyenes, mint az alföld. Rövid, szobi életem sem tett hegyi emberré, bár ott jutottam először hegyre, de nem a magam lábán, háton vittek fel a hegyestetőre. A hegyek utáni vágy mindig élt bennem, de csak nagy sokára elégíthettem ki. A kiskárpátok láncát galántáról messze kékellőnek, nagy szombatból kisé közelebbinek láttam, de csak évek múlva tiporhattam. Akkoriban nem volt szokás kirándulni. Súlyos mulasztása volt akkori nevelésünknek, hogy sohasem ösztönzött országjárásra. Diáktársaim nem ismerték az országot közvetlen környékükön kívül. Minket, öcsémmel, Apánk, mint vasutas, el elvitt nyári utazásaira. Láttuk a Vágvölgyét, Kassát, Kolozsvárt, Brassót, a Millenniumkor Pestet. Egy nyarat, rokonoknál töltve, izelítőt kaptam az ottani hegyekből. De a komoly hegyjárás a későbbi évekre maradt.